Sziasztok, Anna vagyok, ez itt a Refresher Magyarország, és itt vagyunk a Repair Café előtt, ami egy közösségi szerelde. Ha van bármi olyan elromlott cuccod, vagy elszakadt ruhád, amiben még új életet lehet leelni, akkor itt szakemberek segítségével megjavíthatod. Szerintem a vasalás az egyetlen dolog, ami a skillem van. Hogyan hallottál a Repair Caféről? Igazából anyukám hallott róla, és engem küldött el, hogy nézzem meg, hogy hogyan tudják megszerelni a dolgokat. És mivel érkeztél? Ez egy ilyen karácsonyi fényfüggöny, és a fele nem égett. A fényfüggöny el volt vágva, itt pedig a másik fele van neki, és akkor most azon dolgozunk, hogy ezt a kettőt ismét egyesítsük, és mind a két fele világítson. 23. decemberében nyitottunk, és hát ez nem egy klasszikus szerviz, hanem azért közösségi szerelde, mert ide, ha valakinek valami elromlik, vagy meg szeretné javítani, akkor elhozza, és a szakemberekkel együtt közösen javítják meg. Tehát mindig el is szoktuk mondani, hogy nem szerviz, nem lehet itt hagyni, eljönni, és együtt lehet rajta dolgozni. Nekem ez régi ilyen álmom volt, hogy a szaktudásommal tudjak másoknak segíteni, és akkor kaptam az alkalmam, a legelejétől kezdve segíthettem ezt az egész asztalt berendezni, hogy milyen műszereket hozzunk, milyen szerszámokat hozzunk, és közösen kiötleteltük. Kicsit mesélsz arról, hogy milyen keretek között tudott megvalósulni ez a kezdeményezés? Ezt úgy kell képzelni, mint egy közbeszerzési pályázat, és akkor erre pályáztunk, úgyhogy így aztán nem csak a ötletgazdák lettünk, hanem a megvalósítók is. Ez egy holland modellprogram, és nekünk már van egy másik holland modellprogramunk, amit most már igazából 6 évvel ezelőtt indítottunk. Mind a két programunknak a fontos része a fenntarthatóság, az újrahasználat és az újrahasznosítás. Lássuk be, hogy itt Magyarországon nem csak az fontos az embereknek, hogy azért újrahasználat, mert hogy védjük a környezetet, hanem azért használják minél tovább, mert nem tudják megengedni maguknak, hogy egy újat vegyenek. Tehát azért ezzel a problémával itt rendszeresen szembesülünk. Te tanultad ezt, vagy milyen háttérrel érkeztél? Én az Óbudai Egyetemen tanultam formatervező mérnöknek, és ott szedtem fel minden hasznos tudást, amit most itt próbálok átadni majd mindjárt. A miénk is egy holland modellprogramnak az alapját vette, és az pedig világszerte. Ez a Repair Café brand, ez él és virul. Nektek ez is egy ilyen társadalmi vállalásotok volt, hogy bevonjátok a helyieket, nem feltétlenül a hipster fiatalokat, hanem a társadalom perifériáján élő embereket, hajléktalanokat, értelmi sérülteket, mennyire sikerült ezt a gyakorlatban kivitelezni. Egyébként ez nagyon jó megközelítés volt, amit mondtál, hogy a hipsterek és a középosztálybeli, tehát igen, náluk ez egyébként egy ilyen menő dolog, de tényleg mindenféle réteggel dolgozunk. Amit mondtál, hogy akik a hajléktalan ellátásban élnek, meg a mi értelmi sérült fiaink, ők azért zömében a másik projektben dolgoznak, tehát a műanyag újrahasznosítós projektünkbe, és abban működünk velük együtt. És önkénteseitek is vannak? Persze. Tehát vannak a szakemberek között itt is önkéntesek, akik így szeretnek bejárni, és itt tök jól érzik itt magukat. Tehát, hogy egy ilyen klub hangulat van. Mi volt a legnagyobb kihívás, amit idehoztak, és mondjuk azt gondoltad, hogy ezt lehetetlen megjavítani, és a végén egy sikerélmény kerekedett belőle? Egy növényi tejkészítő gép, amit csak behoztak, hogy villog össze-vissza a sípolgat. A hosszú történet röviden az volt a baja, hogy néhány vezeték benne nem érintkezett, és akkor minden csavart meglazítottunk, minden csavart meghúztunk, és utána ismét működött. Hogyha valamit mondanod kéne a fiataloknak, hogy betérjenek hozzátok, akkor mivel promóznád? Hogyha érdekli, hogy ő otthon például hogy tudna valamit megjavítani, akkor itt szerezhet hozzá ötleteket. Azt szoktuk mondani, hogy telefont, laptopokat, tévét ne hozzanak be, ehhez nincsen megfelelő felszerelésünk. Tipikus háztartási gépek, a porszívótól elkezdve a botúrmixon át, ezeket relatíve könnyű kezelni, ahhoz nem kell nagy szerszámpark. Egy bicikli túrán lyukadt ki, megpróbált egy barátnőm házilag összetákolni, de nem tartott sokáig. Beleragasztunk, és akkor az valamennyire egybe tartja, és akkor kívülről meg még rávarhatunk, hogy az ott tartsa rendesen. Egy Hello Kitty is fel van aromatizált. Szakemberként hogy látod, hogy a dolgokat úgy gyártják, hogy minél hamarabb újat vásárolj, és kvázi beléjük legyen egy élettartam kódolva. Ezt a hipotézist te szakemberként alátámasztanád, vagy megcáfolnád?
Én ezt se alá sem megcáfolni, így nem mondanám egyértelműen. Műszaki cikkek vásárlásánál kerülném azt, ami túl olcsó. Mostanában népszerűek például kínai piactér weboldalak, ahol tényleg rettentően olcsón lehet műszaki cuccokat. Volt már néhány nálunk, és valóban olcsó húsnak híg a leve, azt kell mondjam. A kaffé az azt jelenti, hogy van egy kantinunk, vagy egy teakonyhánk, amit mindenkinek elmondunk, hogy használjon nyugodtan. Tehát ott mindig van kávé, teja, valamilyen üdítő. Mi nem fogunk kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységet folytatni, mert ugye civil szervezetként működtetjük, és ez nagyon... nagyon, nagyon bonyolult lenne, erről beszélgettünk a könyvelőnkkel is. És mivel tudjátok fenntartani most magatokat? Minket valószínűleg itt a műanyag újrahasznosító műhelyünk fog. Van a csomagolási hulladék, a jelen esetben nálunk a kupakok, flakonok, kétféle műanyaggal dolgozunk, felaprítjuk, utána felolvasztjuk és préseljük. Ez remélem, hogy majd egy széklap lesz, ez pedig egy tányér, amiből sokat csináltunk, mert hogy az összes tanítványunknak van ilyen, és amikor nyáron megyünk vizitúrázni, ilyen vándortúra, ilyen sátras, akkor mindenki hozza a saját tányérját magával. Ugye az alaptevékenységünk szerint mi értelmileg sérült gyerekekkel, meg fiatalokkal foglalkozunk, és mindenkinek egyedi tányérja van, úgyhogy ezt aztán nem cserélik el, mert nincs két egyforma. És hogyha valami olyan tárgyat hoznak be hozzátok, amihez nincsen felszerelésetek vagy alkatrészetek, azt honnan szoktátok beszerezni? Nincsen nekünk egy nagy alkatrészraktárunk. Ilyenkor mindig azt kérjük meg a vendégtől, aki betér hozzánk, hogy ő maga vásárolja meg az alkatrészt. Mi elmondjuk neki pontosan, hogy mit kell, és ez már nagyon sokszor itt tök jól működött. Így, és utána rakd rá ezt, uh-huh. Majd aztán ezt. Most itt tartod, jól? Uh-huh. És most a vasalóval meg nyomd rá jó erősen. Menj rá jobban, sokkal jobban, sokkal jobban, és erősen nyomd lefele. Minden dühömet kiadom. Jó lesz. Szokták mondani a barátnőim, hogy ők még az oviban, meg az iskolában tanultak meg varni, de valahogy nekem ez kimaradt az életemből. Szuper. Most meglátjuk a túloldalon, hogy mennyire lett láthatatlan. Én elégedett vagyok ezzel. Jó, rendben. Lyukosan is hordtam, így is fogom. Ezt átvettük a Holland Modell programból, hogy nincsen anyagi vonzata. A adományt elfogadunk, de ez abszolút csak ilyen opcionális. Most például élelmiszereket gyűjtünk, mert megyünk át majd az alföldi szállóra kert építeni, meg főzni. Mielőtt jöttetek, bent volt nálunk a józsefvárosi polgármester, a Pik András. Ide jött hozzánk, és mondta, hogy hallottam, hogy most a szállón főzni fogtok, és arra gyűjtötök. Írjátok meg, mi kell, én is vásárolok hozzá alapanyagokat. Tök jó érzés volt, tehát, hogy így figyelnek ránk, tudja, hogy mire van szükségünk, és hogy még segítés. Szóval ezek ilyen klassz dolgok. Nem kaptam Hello Kitty-s felváró maticát, de legalább már nem lyukas a gatyám. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket Instán és TikTokon, ahol Refresher.hu néven találtok meg. Sziasztok!